Gyermekkorom egyik legnagyobb vágya volt, hogy személyesen találkozhassak a Mikulással, és úgy néz ki, hogy szerencsére 28 éves koromban ez végre sikerülhet. Sikerült, de nem csak nekem. Minden évben körülbelül 20 000 gyerek látogatja meg a fehér szakállas Mikulást. Már 19 éve várja a legkisebbeket az itt tevékenykedő 30 segítő. Mivel hogy a település neve Nagy Karácsony, valamint a 24-25 az irányító száma. Tehát Szenteste és Karácsony, és Nagy Karácsony, tehát ebből adódóan alakult ki ez az egész Mikulás program is. A télapó minden gyerekkel komoly üzletet köt. Felajánlják, hogy ők jók lesznek, cserébe kapják tőlem az ajándékot. Szerencsére jó gyerekek jönnek el hozzám, úgyhogy jó az én munkám, a legjobb munka a világon. Mikulás bácsit sokan levélben keresik fel kívánságaikkal vagy ajándékaikkal. A világ minden pontjáról jön hozzám levél, hiszen sok gyerek elkerül Magyarországról, és ott rájön, hogy ott nincs Mikulás, és akkor jönnek gyorsan a levelek, hogy Mikulás, gyere, segítsél, itt a nagy távcsövem, amiben meg tudom nézni őket, és akkor küldöm a nekik járó ajándékot, csomagot, amit megérdemelnek. Természetesen Fortunával is jó kapcsolatot ápol. Sok szerepe van a szerencsének, tehát kell a jó idő, ahhoz is kell a szerencse, és a Mikulásnak is ugye a büdzséjéhez kell a szerencse, hogy minél több ajándékot tudjak a gyerekeknek vinni. A télapó tehát holnap este útnak indul, hogy kiossza a rengeteg ajándékot. A nagy munkában elfáradni biztos nem fog, van, ami lendületet ad számára. Gyerekek szereteténél nagyobb töltő erő nem kell semmiképpen sem.